Sziasztok, bemutatnám a 2000-ben kiadott Airfix Dogfighter című igen remek játékot, amit nemrég újra felfedeztem magamnak, és hát bűn volna, ha nem ismerné meg mindenki. Nos, a Toy Story adta gondolom az alapötletet, aminek ugyebár az a magyar alcím a játékháború, nos, ez itt teljesen így van, mert játékok harcolnak egymás ellen, van kétféle kampány, van a tengelyhatalmas, illetve a szövetséges, nos, a szövetségesről bemutatnám az utolsó pályát, hogy igazából milyen is ez a játék. Hogy is néz ki a játék? Nos, mindkét hadseregnek van egy bázisa, és mielőtt elkezded a követésedet teljesíteni, érdemes mindenféle tárgyat szétlőni már a saját bázisodnál, mert ilyen üvegtárgyak mögött mindenféle hasznos dolog van, például itt a lámpát szétlövöm, akkor ilyen csillagok esnek ki a lámpából, ami amiatt fontos, hogy 10 csillagonként növekszik a fegyvered romboló hatása, tehát ha nagyon sok csillagod van, akkor sokkal gyorsabban robbannak fel az ellenséges járművek, repülők. Emellett itt vannak még töltények is, tehát tényleg érdemes mindent szétlőni, amit látsz a szobában. Az irányítás viszonylag egyszerű, ami nagyon szimpatikus, hogy például most neki megyek az asztalnak, akkor nem robbanok fel is vége a játéknak, hanem csak levesz valamennyit. Tehát nagyon egyszerűsítette ez az irányítás, ami ebben az esetben nekem nagyon tetszik, mert ez nem egy olyan játék, ahol nagyon szeretnél szarozni, hogy hű, ez nem valami valóság, hű. Nos, ha ráülsz az ajtóra, akkor kinyílik, a villanyt is ki lehet kapcsolni, és akkor ez egyes éjszakai küldetésnél is hasznos lehet. Nem tudom, éjszaka leple alatt kell támadni. A radaron már látni, hogy van két ellenség már ott a szoba közepén, két tank, de általában gépfegyverrel érdemes őket kinyírni, de most felszedek valamiféle más fegyvert, hogy megmutassam, hogy milyen ez. Van mindenféle ilyen kis rakéta, tehát ezek ilyen teljesen hétköznapi tárgyak, hogy nem tudom én, petárda vagy hasonlók, és hát a játék ez nagyon kreatívan megoldotta, hogy és itt például a petárdát vettem fel, és akkor egy kis négyzet lenne a földön jelző, hogy hová fog az majd leesni. Hopp. Na, nem öltem meg, úgyhogy kell tenni még egy próbát. Bombáknál arra kell vigyázni, hogy nem szabad túl alacsonyan ledobni őket, mert akkor a te repülőd is megsérül. De ahogy mondtam, én igazából gépfegyverrel szoktam ezeket mind kilőni, mert főleg sok csillag után elég hamar felrobbannak ezek. Most már látni, hogy kicsit füstöl a gépem, úgyhogy fel kell venni ilyen javító ikont, ami szintén ilyen vázákban van elrejtve. És hát elég fontos a játék folyamán, hogy ezeket azért meg kell keresni, mert azért bizony sokszor sérül az ember. Itt van egy ilyen 10-es csillag, ez nagyon hasznos, ez kevés pályán van, és akkor egyből feljebb szintre lépsz, ami a fegyveredet illeti. Nos, felvettem ilyen javítót, és akkor szerintem el is kezdhetjük lassan. Az igazi küldetés az az, hogy egy léghajót kell felrobbantani, meg pár bázist, ami kim van a kertben. Ezt a fegyvert még bemutatom, ezt én annyira nem szeretem, mert igazából sok haszna nincs, ilyen ejtőernyőkben ilyen bombák vannak, és hogyha ilyen légcsata van, akkor hajlamos az ellenség belerepülni, de én nem. Nos, akkor repüljünk ki a kertbe, lőjük ki az ablakot, és akkor, na hát most kezdődik az igazi küldetés. Itt van mindenféle ilyen kis bázis, amiket szét kell rombolni, de emellett még repkednek ilyen repülők is, amik elég gyorsak, jóval gyorsabbak az enyémnél. És emellett még ott van egy nagy léghajó, egy kicsit lehetett látni már az előbb. Na hát az, azt a mindenit, hát az beszarás, mennyi rakétát lő ki rád. És nagyon sokat kell belelőni, hogy megsemmisíts, úgyhogy ezt a végére hagyom. Nos, amit az előbb láttatok, ez egy ilyen laser pointer volt, mert szövetségeseknek ez a legsúlyosabb fegyvere. Na, hála égnek, itt egy javító. Úgyhogy érdemes a felrobbantott bázisok után is felvenni, amiket odarak. Ez a fűnyíró is elkezd mozogni idő után. Na hát érdemes itt cikcakba repkedni, mert ez megnehezíti az ellenségnek a dolgát, hogy eltaláljon. Ajajaj.
Na hát... Hát igen. Szóval ez a küldetés nem a legegyszerűbb, teljesíthető pár próbálkozás után, de azért elsőre nem hiszem, hogy sikerülni fog. A postaládában is vannak elrejtve dolgok, csak ahhoz nehéz hozzájutni. Na. A célzás az viszonylag egyszerűen van megoldva, mert igazából ránézel a gépre, akkor kijelöli a gépet, és igazából már csak tüzelni kell. Tehát ez is egyszerűsítve van, de ez is tetszett nekem, szóval nem egy bonyolult játék. Ajajaj. Na, hát ilyenkor jobb visszavonulni, hogyha már füstöl a gépem, és hazai környezetbe repülni, mert itt azért biztonságosabban lehet keresni javító ikonokat. Ott is van egy, és már lehet is menni vissza. Így gyorsan szétlövök pár dolgot. Ugye ezt most már nem veszem fel. Na, egyből itt van. Ott látjátok a léghajót. Most belelövök egy párat, de miatt nem fog megsemmisülni. Az a baj ezekkel a repülőkkel, hogy tehát hiába lövöd le őket, mindig újra jönnek. Úgyhogy tényleg érdemes sietni mindennel. Ezt a tankot még kilövöm, meg a bázist, jó van. Tehát ez már teljesítve van, a bázisokat kilőttem. Már csak a léghajó van hátra, ami nem lesz egyszerű. Na, csak megúszom. Hát igen, szóval választhatnék gyorsabb gépet, viszont sok gép van, amit ki lehet választani küldetések előtt, azonban arra is figyelni kell, hogy melyiknek milyen a páncélzata. Tehát hiába gyors valami, akkor általában rossz a páncélzata is. Egy ilyen pályánál, ahol rendszeresen szanaszéjelőnek, ez inkább úgy voltam vele, hogy akkor leszek egy lassabb géppel. Na. Én már... Hát ez nem igaz. Nem állok túl jól. Ájjaj, jön a lézerpointerrel, és megsemmisültem. Hát ez nem jött össze. Na jó van, hát meg kell próbálni újra. De ezt most itt kivágom. Amit még mutatom, hogy itt van egy a... Itt a kiáratnál van egy ilyen kis kilépő. Ez is vicces, hogy itt rendszeresen ilyen játékosan vannak megoldva a dolgok, hogy itt a repülők benne vannak ilyen befőttes üvegben, vagy más pályán, a fürdőkádban vannak, tenger alatt járok meg ilyenek. Szóval tényleg nagyon kreatív és aranyos az egész. Itt most szétverem a befőttes üvegeket. Benzint is lehet találni. Így, hogy megint megsemmisültem, alacsonyan bombáztam. Szóval a játékban mindenféle más dolgok is vannak, itt a gépelet is megfestheted, ahogy akarod, akinek van erre türelme, vagy van egy editor is, ahol te tudod a lakást szabályozni, hogy mi hogy legyen. A Toy Story filmben az a jó, hogy azon kívül, hogy remek alkotás, inspirált ilyen játékokat, meg például ott van az Army Man sorozat is, ami annyira azért az sem rossz, hogy inspirálta ezeket a játékokat, és így a végeredményben nagyon jó kis programok születtek. Én azt mondom az Airfix Dogfighterre, hogy nem az évtized legjobb játéka, de sokkal nagyobb publicitást érdemel, mint ami idehaza van. És próbáljátok ki mindenképpen. Szerintem nem fogjátok megbánni. Sziasztok!